Na, hello, belló gyerkőcök! Öreg. Na hát, miről is beszélünk ma, Adri? Ó, miről nem, sok minden lesz, azt hiszem ma is, de alapvetően így ugye bujkáltunk már egy csomót, megválasztottunk itt az utóbbi időben, de arról nem beszélgettünk, hogy mi az, ami mozgat minket egy csomó esetben, és hogy egy-egy választásnál milyen olyan nézőpontjaink vannak, amivel vagy egyszerre, vagy külön-külön, de így elkerülünk valamit, védelmezünk valami mást, és hogy ezek hogyan hatnak az életünkre. Ez az excess-es fogalom, ez azt mondja, hogy ezek a povadok, ugye ez egy szép angol mozaik szó, a points of views you are avoiding, vagy you are defending, hogy védelmezel, vagy elkerülsz, de szerintem ezt így kimondani, ez így most pont elég is, és inkább menjünk bele abba, hogy mit is jelent az, amikor tényleg így valamit elkerülök. Tehát hányszor van valami olyan dolog, amit elkerülsz, pedig hogyha így beleállnál, akkor valami tök más történhetne. És ugyanez a fordítottja, hogy mi lenne, hogyha nem ragaszkodnál és védenéd így foggal, körömmel azt a bizonyos nézőpontot, amit van, akkor mi minden nyílhatna ki. És nyilván van egy csomó olyan dolog, amire ez a kettő ilyen ellentétes irányból tart, és így befixál, és így ott tart, és az egészben. Úgyhogy ezt már tervezünk egy ideje, hogy beszélgetünk róla. Igen. Ennek én voltam a kerékkötője, mert valahogy nekem ez egy ilyen annyira, nem is azt mondom, hogy nehéz, inkább abból a szempontból izgalmas, hogy nyilván nekem is rá kell ilyenkor néznem, hogy na, és nálam hol vannak elásva ezek a dolgok így mélyen, hogy mi is az, amivel nem nézek szembe, mert elkerülöm, és mert védelmezem. Úgyhogy ez egy izgalmas lett így ma reggelre. Nem csak a rossz dolgokat kerülünk el, hanem a saját jóságunkat is elkerüljük szerintem. És nekem annyira tetszik amúgy ez, hogy így povadok, hogy minden nézőpont, amit elkerülsz, amit védelmezel, és ami ezt a létezésben tartja. Tehát, hogy ez így egyszerre takarítja ki, ugye, ha valaki excesses, akkor abban van egy ilyen szép tisztító mondat, ha nagyon szeretnétek, akkor betesszük ide, és abban lett ez egy új rész, 20 vagy nem tudom hány év után megváltoztatták és belerakták ezt a povados részt, és ettől ilyen nagyon ütős lett, mert tényleg minden, amit magad elől elrejtesz, amit magad elől védelmezel akár, tehát nem szándékosan, na jó, itt lőtt meg, védem itt tüzé, hanem ezek ilyen reakciók, főleg a társadalomban úgy nevünk fel, hogy valaminek ellen kell állni, valamivel egyet kell érteni. A buddhizmus is azt mondja, hogy nagyon akarsz valamit, tehát hogy az tudati akadályaink között az van, hogy vágyódunk valamire, vagy elutasítunk valamit, egyetértünk valamit, tehát hogy így nagyjából tényleg nagyon régről jön ez az egész, és ugye amit védelmezünk, vagy amit elkerülünk, az minket benne tart valamiben, hogy én nekem, hogy én ilyen vagyok, vagy hogy én tehetem ezt, vagy nem tehetem ezt. Ha vele úgy értettem egyet, akkor már nem gondolhatom meg magam. Ha ő ellenállok, mert utálom, mert ő egy tolvaj, akkor ő örökre egy tolvaj marad, és ezeket fenntartjuk, ezeket a nézőpontokat, ami olyan, mint ha így tartanád, és közben neked áll az életed, mert nem tudsz haladni dolgokban, ugyanis ezt nem csak egyet, nem csak mások ellen csináljuk, hanem magunkkal szemben is. És itt most hadd mondjak egy tök személyes ilyen nagyon izgalmas példát, amit most már többször figyelmes lettem. Múltkor Adrival is előfordult, illetve ő te hívtad fel a figyelmemet arra, hogy te nem ezt mondtad, hogy kitette ezt a Netflixes a napjához ezt a Netflixes példát. Aki Netflixezik, az ne húzza jobbra, vagy valami, de hogy nem, én megmondom, hogy én mit értettem. Mondd el, hogy mi volt, és elmondom, hogy én mit értettem. Úristen, van egy sorozat, amit imádok, ez a Fauda, és annak a főszereplőjével kijött egy másik sorozat. És elkezdtem megnézni, nyilván rácsavarodtam, zseniális volt, nagyon izgalmas, hogyha szeretitek az akciósorozatot, akkor ez a Hit and Run című sorozat volt, és kiraktam a képet, és az volt az üzenet, mert korábban egy barátnőmmel beszélgettem, hogy a különböző társkereső oldalakon, hogyha valakinél ott van
a top háromban kb. Az, hogy Netflixezik, akkor azt nyilván balra fogja elhúzni, ezt nem választja, mert neki az az üzenete, hogy akkor annak az illetőnek nincs más élete. És én mondtam is, hogy igen, nyilván, hogyha a Netflix van neked is a profilodon, akkor balra foglak húzni, kivéve, ha odaírod, hogy egyébként ezt a sorozatot nézed. Tehát az egész egy ilyen jópofaság volt, ami a sorozatra húzta fel a figyelmét, és félreértés ne essék, és akkor ez volt a le nem írt gondolat, hogy ha szereted a Netflixet, nincs veled semmi baj, de ha csak azod van, na hát akkor nem te vagy az én pas, tehát nem te vagy az én párom, vagy a barátnőm párja, vagy egyikünk és sem. És akkor jött Dia. Na én a következőt első olvastam végig, vagyis illetve nem értelmeztem, és hányan csináljátok amúgy ti is ezt, hogy annyira védelmezni akarjuk azt, hogy mi rosszak vagyunk, hogy bűnös vagyok, hogy szégyelnem kell valamit, hogy én nem vagyok elég jó, és hogy védelmezed ezt a nézőpontodat, mert ez a biztos, ez a biztonságos, ezt ismered, így nőttél fel, állandóan, tehát ez az az érzelmi vonal, ami tuti, hogy elkerülöd azt, hogy ha bárki, bárhonnan valami jó történne, mást hallasz. És én például azt hallottam ebből, hogy ciki vagy gáz az, aki Netflixezik, azt már rögtön megítéljük és balra húzzuk, mikor én is Netflixezek amúgy. És ebbögött mi volt? Nem a Netflix. Emögött bennem az volt, hogy szégyen, emögött bennem az volt, hogy akkor én valami tudatlan paraszt vagyok, aki itthon verem magamat, és csak azt nézegetem, és hogy akkor én nem vagyok jó, meg kell engem ítélni, és mindenki mást is, és hogy lehet attól még intelligens, meg a Netflixen vannak természetfilmek is, meg minden, és azt hiszem, neked is ezt írtam, hogy mi hát a Netflixen vannak ismeretterjesztő filmek is, most az feltétlenül egy paraszt, aki a Netflixet nézi, és teljesen így személyesre vettem az egészet. És akkor, ugye, ez többször is előfordult, ugye januárban voltam alapozón, Schulzinál, és ott is többször került, többször magamnak generáltam egy rosszaság, rossz vagyok, most engem bántanak, most ő arra céloz, hogy én nem vagyok jó, mondata, amit nem így mondott, de én úgy fordítottam le magamnak, hogy maradhasson az a nézőpontom, hogy én nem vagyok jó, hogy beleláttam és belehallottam valamit, ami nincs ott. És ezzel tök érdekes, hogy azt védelmezem, ugye, hogy nehogy már én jó legyek, mert ha jó vagyok, akkor nagyon könnyedén tudnám csinálni az életet, és elszakadnék minden olyan embertől, minden a társadalomnak attól a nagyobb szegmensétől, akik azzal foglalkoznak, hogy bizonyítsanak, hogy küzdjenek, akiknek nehéz, akik elhitték, hogy nehezen tudok csak megszerezni dolgokat. Tehát magam elől rejtem el a saját képességeimet, jóságaimat, ügyességemet, azzal, hogy fenntartom azt a képet, hogy én rossz vagyok, és képesek vagyunk még arra is, hogy teljesen mást vetítsünk bele abba, amit hallunk, azért, hogy fenntarthassuk azt a képet, hogy rosszak vagyunk. Vagy hogy bűnösek vagyunk, vagy hogy szégyelnünk kell magunkat. És még a buddhizmus amúgy kimondja azt is, hogy akkor világosodsz meg, ha az érzések nem manipulálnak már többet téged, és én ezt régen, és ezt szeretném is elmesélni nektek, mindig úgy értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem manipulál minket egy érzés, hogy akkor milyen érzelemmentes szociopaták leszünk, így csak így lézengnek a világba, és ki a franc akar ilyenné válni. És ugye Eckhart Tolle a Most hatalmában is mesél erről, hogy milyen az, amikor te tényleg jelenlétből létezel, és a jelenlétből létezés az azt jelenti, hogy az érzések nem hoznak téged reakcióba. Amikor reakcióba hoznak ezek az érzelmek, főleg a bűntudat, a szégyen, a nem vagyok jó, a megfelelés, akkor azokkal foglalkozol, hogy azokat megold, és nem tudod az életedet élni, és nem tudsz kiterjedten a terességből létezni, mert azzal kell foglalkoznod, hogy úristen, mit rontottam el, miért van megint bűntudatom, ez olyan, mint amilyen tavaly volt, meg tavaly előtt, meg 10 éve, mi az Isten bajom van, hogy még mindig nem sikerült ezt megoldani, és megpróbálod ezt így megoldani, és elmegy melletted közben az élet. Szóval, hogy tényleg így hol rejtegetjük, hol védelmezzük azt, amilyenek mi igazából vagyunk,
nehogy akár ítélet éljen minket, vagy stb. Nekem annyira sok példám van, hogy váltsál le most nyugodtan, Adri, mert én majd ugye apámról is, mert nálunk van ez a vonal, arról is szeretnék egy kicsit ilyen téren mesélni, beszélni, de nem akarom elvinni a sót. Szerintem egyébként, amit mondasz, és nyilván amikor ezeket a nézőpontokat, amiket elkerülünk és védelmezünk, ezt így, hát körülbelül egy évvel ezelőtt keveredett így be a világrendünkbe, így az excessben, és ugye ennek két szintje van. Tehát vannak ezek az úgynevezett szó szerinti povadok, és vannak az érzelmiek, és ez, ami történt, ez inkább ez az érzelmi, és ilyenkor és hogy amikor följön egy érzés, hogy ugye tényleg ránézel az, hogy itt mi az, amit védelmezek, mi az, amit elkerülök, és ehhez baromi sebezhetőnek kell lenni. Tehát, hogy, és utána, amikor ezeket azért elcsíped, akkor ugye nyilván most már elég sok eszköz van, mert elég sok mindenről beszéltünk, hogy mivel tudsz menni, mert tudsz elengedéseket csinálni rá, tudsz érdekes nézőpontban lenni, tudod a tisztító mondatot mondani, tehát hogy igazából attól függ, hogy melyik modalitással, vagy mi az, ami neked működik, tudsz menni, de ugye mellette meg ott vannak ezek a ténylegesen szó szerinti povadok, amikor így a dolgaidra azt mondod, hogy meg én is, meg mindenki, hogy ez csak így, ilyen formában történhet meg. Tehát amikor így majdnem azt mondom, hogy így a hogyant így befixálom, akkor ott is tuti van valami, amit elkerülök, és amit védelmezek. Mert ez így szokott lenni, itt más nem lehet, itt csak ez van. De miért is? Miért ragaszkodom annyira ahhoz foggal, körömmel? Mert egyébként lehet, hogy nekem teljesen más dolog működne. És akkor mi van, és visszamegyünk megint a mindenek az elejére, hogy mit fognak szólni az öregasszonyok a padon, a ház előtt, meg az összes többi mindenki. Tehát ezek annyira szépen így egymásra épülnek, hogy ez valami ez egyszerűen döbbenetes. És nem is tudom, talán nekem ezért is okoz ez ilyen nehézséget, mert egy csomó mindenben szerintem így a szó szerintikkel, ott már én így egész jól tudok szálazni, hogy itt most akkor mi van, meg mi az, amiben nem állok be. De tényleg ez az érzelmi rendszer, amikor le kell magadat csupaszítanod így tényleg csont és bőrig, hogy na, de itt mi van, és itt mi van, és ezzel mi van, azért az egy kellemetlen cucc tud lenni. Igen. És ugyanez vonatkozik például arra, hogy ugye nekem már biztos, és nagyon sokan tudjátok a családi sztorit, úgyhogy nem kezdeném teljesen az alfától, de hogy találtok róla videót is, ha valaki lemaradt volna, de hogy ugye nálunk sokszor volt az, hogy ugye apám egy bűnöző volt, rengeteg pénzünk volt, de keveset volt otthon, anyukám meg egy inkább ez az áldozat típus volt, aki ugye eljárkált dolgozni, de úgy otthon volt, viszont ugye meghalt egy plasztikai műtétben, és nyilván mindannyian, nagyjából az egész család apámat hibáztatta, és ez egy ilyen kimondatlan hibáztatás, tehát nem az, hogy ő, te vagy a hibás, hanem hogy kimondatlanul anyám volt, meg mindig hányatokban az, aki meghalt, arra jót vagy semmit, ugye nem mondhatsz rá rosszat, ő akkor onnantól kezdve, ha egy rohadék volt egész életében, akkor is amint meghal, ő felszentesül, meg minden, és ha rosszat mondasz rá, akkor te vagy a világ leggonoszabb embere ever, de hogy ugye hibáztattuk az apámat, miért nem volt otthon, miért engedte el, ő a hibás azért, hogy börtönbe került, stb. Stb. Anyámat meg fölmentettük minden alól, hogy ő a szent, meg minden, miközben ez nem igaz. Mert azzal, hogy őt nem hibáztatom, igazából őt is hibáztatom, a másikat meg hibáztatom, amivel elkerülöm azt, hogy meglássam akár a jó dolgait, vagy bármit. Szóval, hogy így nálunk ez a áldozatmártír, bűntudatmártír, stb. Ezek is mind olyanok. Na de, ebben az a szép, hogy ugye ítélkezünk ezek fölött, az emberek fölött, mindkettő fölött ítélkezel, a jó fölött is ítélkezel, hogy ő jó. Onnantól kezdve csalódást okoz neked, ha ő rossz. Tehát mert megítélted, hogy ő jó, ő tőle azt várod el, hogy tudatos legyen, ne káromkodjon, stb. A másik egy bűnöző, tőle aztán csak a rosszat várod el. De azt eredményez, hogy tőle nem láthatod meg soha a jót, tő benne meg csalódsz, ha meglátod a rosszat. És még ítélkezel, falakat húzol, ugye, amiről múlt héten, vagy előtte lévő héten beszéltünk,
akkor nem tudsz sebezhető lenni, megszűnik a választásod, mert ezt kizárom, azt kizárom, azt kizárom, azt kizárom, ennyi dologból választatok, kész. Mert minden más szar, vagy undorító, vagy valami. Tehát kizárok szépen magunk körül dolgokat. Ha sebezhető vagyok, és megengedem, hogy azt lássam, ami, tehát meglássam én is azt, hogy a saját rosszasságomra keresek állandóan visszacsatolást és visszaigazolást, akkor ott van választásom, hogy választom. És ha választom azt, hogy nem választom többet ezt, az nem azt jelenti, hogy ma eldöntöttem, nem választom, holnap nem jön elő ez, de hogy nem előjön, újra kell választanom, újra, és újra választom azt, hogy ezt megváltoztatom. És amit még így nagyon ide szerettem volna hozni, az az, hogy ha ezt az energiát, amit az ítélkezésre, amit az elkerülésre, a védelmezésre használunk, ezt alkotásra használnánk, akkor vajon mi mindent teremthetnénk az életünkben? Abszolút, abszolút, abszolút. Miért szeretjük és élvezzük azt, hogy szar az életünk, hogy nem haladsz benne mondjuk, hogy ha itt állsz 30 nem tudom hány évesen, vagy 40 nem tudom hány évesen, és nem változik az életed. Mert ha elismered azt, hogy szereted ezt az állapotot, hogy te így lassan haladsz, hogy lelassítod magad, akkor ha elismered ezt, akkor változtatni tudsz ezen. Akkor ott kikönnyül ez a dolog. És ott már nem kell elkerülnöd azt, hogy nem halad az életed, és nem kell rosszá tenned, meg elrejtened azt, hogy úristen, miért nem haladok. Szóval így nagyon, nagyon érdekes az, hogy mit rejtegetünk a rosszaságunk mögött, mit kerülünk el a rosszaságunkkal, valójában mi a mögöttes érzés. És amit az Adri mondott, hogy nagyon őrén, csupaszon, őszintének kell szerintem lenni ahhoz magunkhoz, hogy meglássuk ezeket a dolgainkat. Mindenki elkerül valamit. Ha utálsz valakit, és ezt a Maja mondta, és annyira jó példa szerintem, hogy most elcsórom, valakit utálsz, és ott van a buliban, akkor mit csinálsz, hogy nehogy összetalálkozz vele? Rajta van a fókuszod, tehát nem magadon, hogy te hogy érzed magad, hogy te most mit kívánsz, vagy épp most pisilned kell, azon van a fókusz, hogy ő hol van, mit csinál, nehogy akkor menj pisilni, amikor ő, nehogy izé, mert ő, és rajta van, a másokon van akkor a fókuszod, vagy a más tevékenységen, elkerülöd azt, hogy saját magadon legyen, és szépen, ugye, nem, tehát nem magaddal foglalkozol, hanem másokkal, és hogy csomó ilyen van, és ezt én is csinálom, hogy kiszálltam az akadályedzésből, és nem csináltam, pedig imádom, és könyvbe lábad a szívem, hogy csinálhatom, mert mit tudom én, ez meg az a módszeremre beszól. És mit csinálok én? Magamat védelmezem, elkerülöm őket, és ez olyan szintig süllyed, hogy elkerülöm még az akadályedzés termet is. De, ha én vállalom azt sebezhetően, hogy igen, én, nekem ez a módszerem, és nem azzal foglalkozok, hogy ők mit gondolnak, vagy ők mit igen, ők mit gondolnak, akkor én vállalhatom azt, és nem kell többet magamat védelmeznem, és őket elkerülnöm, hanem csinálhatom szabadon, amit akarok. És hogy ez a szabadság szerintem igazából. Abszolút, ez egy kicsit elmegy arra, és még erről sem beszéltünk, de szerintem majd fogunk erről az önmagadként létezésről, hogy amikor tényleg választod. Én egy kicsit oda akarnék még visszamenni, hogy mert így az ítéleteknél, amit mondtál, így elkezdett bepingelni, bár az elején egy kicsit így kapirgáltam vele, hogyha tényleg ezeket a hogyanokat eldöntöm, hogy mi hogyan történhet az életemben. Eldöntöm azt, hogy csak egy 8-tól 4-es munkával tudok pénzt keresni. Egy hogyan döntök el. Na ott aztán mindenről meg az ítéletem, ami már más. És onnantól kezdve megint mennyi mindent kizárok, hány lehetőséget nem fogok tudni választani, mert csak azt a hogyan fogom tudni látni, amire így elfixáltam teljesen. Ott védelmezem azt, hogy én csak a 8-tól 5-es munkámmal tudok pénzt keresni, pont. És minden mást nem kerülök. Tehát, hogy igazából minden egyes ilyen fix nézőpontnál és, érdemes megnézni, hogy mi van mögötte. És ugye ez is tök érdekes, mert egy csomó esetben viszont azért a nézőpontok nem ellenségek, tehát hogyha neked az a nézőpontod az, hogy az élet könnyű,
Tehát akkor ezt ki ne dobd, főleg, hogyha neked ez működik, tehát, hogy akkor az hello, azt csináld, csak még mindig könnyű, vagy most már kezdek vele valamit elkerülni és védelmezni. Tényleg. És úgy fordítottja, hogy amikor meg valami nem olyan, ami neked működik, hogy akkor na ott mi van, és mi az, amivel itt most valamivel dolgoznom kellene. Igen, és én például most pont azzal megyek, hogy már mindig megkérem minden nap az univerzumot, hogy nyomja az arcomba azt, hogy mit kerülök el, mit rejtegetek, és mi az, amit védelmezek, hogy lássam, hogy ha fáj is esetleg, ha ilyen fura, akkor is, hogy lássam, mert ott akkor vannak nekem ítéleteim, akár jó, akár rossz, bárkiről vagy magamról, főleg szerintem magunk fölött ítélkezünk a legtöbbet, és ugye akkor emiatt ez olyan, mintha egy ilyen stop tábla lenne, és nem tudsz tovább haladni. De ha meg tudod látni, és fel tud jönni a felszínre, és azt ilyen kérdésekkel tudod felhozni, akkor ott ki tud bukni, azt ki tudod tisztítani, azzal tudsz foglalkozni, és meg tudod változtatni. Például Maja azt mondta, hogy azokat a nézőpontokat védelmezzük, amik nem a mieink. Szerintem ez nagyon izgi, hogy ez olyan elgondolkodtató, hogy miért védelmezek valamit, ami nem is az enyém? Ugye bár. Úgyhogy nekem a lakásom jutott még példaként eszembe, mert aki itt hallgat minket, az állandóan hallja ezt a kálváriámat, amit itt megélek, hogy eladjam, ne adjam, eladjam, ne adjam, eladjam, ne adjam. Nyilván én is kérdésben vagyok, de hogy ez is egy nagyon izgi dolog, ami fölmerült bennem, hogy mit kerülök el azzal, ha eladom a lakásomat. Mondok példát, nem kell beleállnom az erőmbe, nem kell kitennem elétek programokat, és eladnom a programokat, mert lesz pénzem, még több pénzem, stb. Vagy mit védelmezek, ha nem adom el? Ugye, hát azt védelmezem, hogy visszafogom magam, mert amúgy meg ilyen gyorsan megy minden nekem, ilyen gyorsan menne megint minden, hiszen hirtelen minden tanfolyamot, mindent ki tudnék fizetni, oda megyek, megcsinálom, csinálom, így tudnék haladni, meg teremteni még többen, de én védelmezem és rejtegetem magam itt a panellakásban, hogy magamat visszafogjam, hogy nehogy már ilyen könnyedén menjen minden. Tehát, hogy ez is egy izgalmas dolog bennem most, ami zajlik, és foglalkozok vele, hogy így mi van még e mögött, mi ez? És ezekkel a kérdésekkel megyek én is, hogy végül megtaláljam tényleg azt, ami az abszolútum. Jó, és hát azért itt ehhez a lakás példához én hozzátenném, mert itt azért szerintem bejönnek az ilyen örökölt mások nézőpontjai, hogy egyébként mennyi mindent hallottál a lakás birtoklásáról, mondjuk a családodban, az ismerősöktől, vagy stb. Stb. Mondjuk főleg egy olyan kultúrában, mint a miénk. Tehát most elmész egy pár száz kilométer tőlünk nyugatra, ott ugye tök kevés embernek van például saját lakása. Ott tök természetes az albérlet. Itthon nem, az enyém, 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 ez az érték, ez a fix, ez a tuti, ez a biztos. De vajon neked ez igaz? Vajon nekem ez igaz? Vajon bárkinek igaz? Vagy sokkal könnyedebb azt mondani, hogy ja, egyébként ma itt élek, egy év múlva egy tök másik országban élek, mert miért ne tehetném meg, vagy leköltözöm falura, és nem tudom, én levendulákat telepítek, és majd élvezem az illatát, és figyelem rajta a méheket, vagy hogy egyáltalán mi működik, és szerintem ezek is ide jönnek vissza, hogy mert itt viszont baromira védem azokat a nézőpontokat, hogy ennek kell így lennie. Ez az életrendje. Felnövünk, férjhez megyünk, lakásunk van, gyereket szülünk, öregek vagyunk, meghalunk, csókolom. És hogyha azt mondjuk, hogy ja, igen, ezt így fixé tesszük az életünkben, akkor ez ilyen nagyon szépen ugyancsak ezzel a robotpilótával el fog kezdeni így működni, és azt mondjuk, hogy akkor, ja, be, hát, hogy ne? Ezt én védem. És hogy mi minden nyílna ki, hogyha azt mondanám, hogy ezt elengedem. És persze ezzel sem azt akarjuk szerintem senkit sem bíztatni, hogy na jó, most menjél és rakd fel az ingatlan.com-ra a lakásodat, mert nem ez a cél, de hogyha neked az működik, akkor most nézzél már rá egy kicsikét. Tehát Igen, hogy mi ellen húzod fel a falaidat, amivel kizárod azt, hogy választhass. aha. És kinek
az életéhez, vagy elköteleződve. Kinek az elköteleződéseihez, vagy elköteleződve, vagy hol vagy elköteleződve, és védelmezed a rosszaságodat. Szóval, hogy így András mondta azt, hogy lovas nemzet vagyunk, itt senkinek nem volt semmije, mert nomád, ilyen vándor nemzet vagyunk, és akkor itt mindenki sír, hogy nekem az az enyém, meg hogy kell nekem egy saját lakás, hát hol volt saját lakása a izének, ezeknek a vándor népeknek, sehol. Meg volt a jurtája, amit felpakolt, azt odébb rakott. De hogy annyira próbáljuk szerintem helyesen működtetni az életünket, és erről már beszéltél egy kicsikért, hogy amikor a saját magadnak az ítéletei, hogy én nekem ezt jól kell csinálnom, én akkor vagyok jó, ha ezt így csinálom. Ki szerint? Saját magamat igazolom a valaki mások szempontjai alapján? Vagy tényleg választom azt, ami az enyém? Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon... Nagyon érdekes szerintem, mert amikor nagyon erőteljesen csináltam ezeket a meditációkat a buddhista fősulén, nagyon izgalmas volt meglátni azt, hogy valójában a jelenben nincs problémád. Tehát, ha tényleg itt vagy a jelenben, itt nincs semmi problémád. Problémát te generálod onnantól, hogy a múltba visszatekintesz, megkeresed a bizonyítékot arra, ami hozzá, mondjuk mit tudom én most csak, hogy én szeretek ilyen életszagú példákat hozni, és remélem, hogy kikerekedik ebből valami. Mondjuk, mit tudom én, elhagysz engem, Adri, és nem többet nem vagyunk barátok. Akkor én keresek a múltból, illetve be is kapcsol rögtön bennem egy érzés, ami rögtön elviszi a figyelmemet a jelenről, hogy már megint megtörtént, én egy szar vagyok, mert amikor, nem tudom, óvodában voltam, akkor is elhagyott a legjobb barátnőm. Aztán utána elhagyott 10 évesen is egy, 20 évesen is egy, és most megint ugyanitt vagyok. És ez az egész, hogy a múltból bizonyítékot szereztem rá, hogy itt vagyok, hogy ezzel megint valamit elkerülök, a jelenlétet például, és megint védelmezek ott valamit, ami valószínűleg nem is az enyém, mert ez az egész nem függ össze, mert tehát, hogy tök más az egész. De mi, az agyunk összeköti, hogy ez is bizonyítja, hogy te veled valami baj van, ez is, ez is, ez is, ez is, és mit csinálsz? Megállsz, nem teremted az életed, nem vagy többet így akcióban és cselekvésben, hanem ácsorogsz, és azon vagy, hogy úristen, ne, hogy ez még egyszer megtörténjen, ne, hogy azon leszel mostanában, hogy elkerüld azt, hogy megtörténjen, és ez akár eredményezheti azt is, hogy soha többet nem barátkozol senkivel, hogy megvéd magadat attól, hogy elkerülhessd azt, hogy valaki újra szakítson veled, vagy akármi. És hányan csináljátok ezt akár pasival, vagy kapcsolattal, hogy inkább elkerülitek, hogy legyen kapcsolat, nehogy megint csalódás legyen, nehogy eláruljon, stb. Mindamellett, ez tök érdekes, amit mondasz, mert pont ezek azok a minták, amiket viszont annyira ismerőssé teszünk, hogy elkezdjük védelmezni, engem mindig elhagynak. És ugye ilyenkor jönnek be azok az autópilóták, és erről a pszichológia is oldákat zeng, hogy nyilván olyan választást fogok hozni, olyan dolgokat fogok csinálni, ami a másikat arra fogja triggerelni, hogy azt mondja, hogy csokolom, és akkor hát én megmondtam, hogy engem el lehet hagyni. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon érdekes dinamikák. Igen, és megint... Igen, mondd, fejezd be. Hát csak ennyi, hogy védelmezünk, elkerülünk, tehát... És ugye, amit én akartam itt még behozni, hogy ne, hogyha nem lenne a múlt, ugye, akkor vajon most mit gondolnád? Te mikor hagytad el azt az embert, first of all, mielőtt ő hagyott el téged érzelmileg? Vagy nem is választottad soha. Azért választottad, hogy újra bizonyítsd magadnak, de emögött még mindig mi van, mert nem ez, hogy bizonyítom magamnak, hogy szar vagyok, lelele, mi az értéke neked annak, hogy szar vagy? Mit szeretsz magadban? Mit védelmezel még ott, hogy szar vagy? És ezt, tehát mit, tényleg az András ezt kérdezte, hogy mit szeretsz abban, hogy utálod magad? Vagy mit szeretsz a rosszaságodban?
Hát azt ugye, hogy ki lehet javítani, akkor megint lehet ilyen bulit izé, megint lehet lelkesedni egy tanfolyam iránt, majd az megváltoztat, és még egy tanfolyam, és még egy tanfolyam. Soha nem állunk meg elismerni ugye magunkat és az értékeinket, mert majd akkor leszek jó, ha, és hogy ott még mindig azt védelmezi általában az ember, hogy igazából ő nem akar mondjuk kapcsolatot. De ez ciki lenne kimondani ebben a világban, ezért mindenféle más játszmát kitalálunk, meg manipulációt köré. De lehet bármi más is még ott elrejtve, tényleg. Minden, de mi van még az alatt, és még az alatt. És hogy ha elkezdenéd, hogy ez szerintem egy tök király, és ez egy ilyen reciproka, vagy így megváltoztatja szerintem a dinamikát, de próbáljátok ki, mert én is csak most próbálgatom, hogy ahol ismerős érzés van, ez az, jaj ne, ez az ismerős, legyen az jó érzés, vagy rossz. És így elkezdenéd így összehúzni magad, elkezdenéd mondjuk az általános reakciód az, hogy elkezdesz szégyenkezni, és akkor így összehúzódik az ember, ugye picire, ott így lélegezd át, és csak azért is terjedj bele abba az érzésbe. Tehát, hogy múltkor volt egy ilyen, hogy egy csaj az egyik edzésen, pont egy hete, ilyen tök bunkón beszélt hozzám, én helyettesítettem egy órát, és ilyen lekezelő volt meg minden. És akkor én bennem automatikusan egy nyomógombként bekapcsol a szégyen, hogy valamit rosszul csinálok, úristen. Inkább én odaig is tudom elsüllyedni rám, hogy nem jön ki szó a torkomon, ami nehéz elhinni. És itt figyeltem rá, hogy oké, nem, ez nem személyes tőle, nem én ellenem szól, magának van valami baja, valaki más ellen szól, és így beleterjedtem ebbe az érzésbe, és nem engedtem, hogy újra a szégyent érezzem, újra. Ezzel nem azt akarom mondani nektek, hogy tagadjátok le a szégyenérzést, és ne engedjétek, hogy megéljétek, mert ennek van egy olyan része, amikor megengedem magamnak, hogy legyen ez az érzés, de nem húzom össze magam, és tényleg elkezdem szégyenni magam, hanem így átlélegzem, és teressé teszem, és ott eltűnik ez az érzés a nagy térben, ugye. És hogy ez szerintem egy tök jó taktika, a kérdésben létezés tök jó taktika, hogy oké, mi ez, kihez tartozik ez, mit tudok tenni, ez, mit rejtegetek, mit szeretek ebben, stb. Meg a harmadik az, hogy elkezdem elismerni, hogy nekem mondjuk nagy képességem van azzal, hogy az ítélkezéssel, hogy annyira érzékeny vagyok az ítélkezésre, magam fölöttire, a másoktól átvetre, mindenre, hogyha elkezdem elismerni, hogy én érzékelem az ítélkezést, és azért veszem ki mások világából, meg magaméból, hogy mert át tudom formálni, akkor nem kell, hogy megtartsam, mert el tudom engedni. Ha nem ismerem el, akkor mindig begyűjtöm az ítélkezéseket, meg a bizonyítékokat, hogy miért vagyok szar, meg minden, és maga meg kell tartanom. És mindig csak bizonyítékokat szerzek rá, hogy miért vagyok szar, miért vagyok szar. De ha elkezded elismerni, hogy ezekkel a megszokott érzéseiddel vannak ügyességeid, vagy tényleg ez a képesség, ez nem tehetséged, ügyességed, tehát hogy érzékelésed, akkor el is tudod akár engedni. Csak át tudod magadon engedni. És hogy ezt a visszakanyarodnék oda, amit az Adri mondott, hogy igen, ha a falak lesebezhetőek vagyunk, akkor minden áramlik, a szar is áramlik, de te döntöd el, mit választasz ki ebből, és hogy mit tartogatsz meg. Nagyon biztos. Nekem igazából még talán ez a mondatod is fontos, meg amit valahol az elején mondtál, hogy igen, újra és újra lehet és kell választani azt, hogy ezt könnyeden csináld. Hogy akkor nem is tudom, pont valakivel beszélgettem erről, és így megkérdezte, hogy vagyok, és mondtam, hogy figyelj, teljesen jól, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások az életembe. Csak most már nem 2 hétig, vagy 2 napig vagyok benne az ilyen letargiába, hanem lehet, hogy 10 percig. És ez egy tök más életminőség innentől kezdve. És attól ez még ott van, és kezelni kell, és lehet kérdésbe menni, hogy oké, és akkor itt most mi van, és mit mást választhatok, és mit csinálhatok. De hogy akinek meg az jobban működhet, leülhet egy kockás papír elé, és kiírhatja az agyából a különböző ötleteket. De nekem ez a másik, ami egy ilyen tök érdekes dolog, és ugye az utóbbi időben egyre több beszélgetésemben pingel, hogy annyit szoktuk mondani, hogy az agyunk mennyire korlátos. És ez igen, tény, de mi van akkor, hogyha egyébként annyira azért mégse hülye? Tehát, hogy lehet, hogyha csak annyit csinálsz, hogy itt van a probléma, itt a kockás papír, oké, agyam, belőled mi jön ki? És lehet, hogy ki fog jönni ott is a megoldás.
és nem biztos, hogy rögtön el kell menni a túlontóra. Az lehet egy következő lépés. Hogyha azt mondod, hogy jó, ezt csináltam, már nem ment, ezt csináltam, már nem ment, ezt csináltam, már nem ment, és megvannak azok a válaszok, amit az elmédből így ki tudsz gondolni, akkor persze, akkor menjél tovább. De hogyha ott van az, hogy figyelj, itt már voltam, ott volt akkor is ez a lehetőség, és nem csináltam, most megnézem, és az ott van, és az agyadból jött először, basszus, használd. Tehát, hogy így nincs azzal se semmi baj. Csak egyszerűen, hogyha ezt se ítéljük meg, mert én nagyon sok esetben azt látom, hogy elmegyünk tényleg ebbe a minden, ami racionális, és minden, ami evilági, az ilyen kvázi fújos, ez is egy tök érdekes ilyen ítélet, és kezdjük el védelmezni a spiribiri, varázsló, ezoterikus anyámtyúkja utakat, mert csak az a jó. Na, azzal mit zársz ki abból, ami egyébként adott? Tehát lehet, hogy a Pitagorasz tételt tényleg nem fogod használni, de lehet, hogy az, hogy két számot összeadjál, az menni fog, és nem kell azt kérdezni ott éppen, hogy és mi más lehetséges. Tehát, hogy így... Igen. Tehát, hogy annyi minden van, és olyan sok rétege van ennek az egésznek, hogy ilyen apróságokban is, hogy tök jók ezek a dolgok, de nézd meg, hogy neked csak mi működik, és hogy mi van alatta, és mi tartja a helyén, és mi fölött ítélkezel, mi ellen rejtőzködsz, és nézd végig az összes korábbi videókat, mert mindegyik erre épül, és ez épül azokra, és stb. De jó, hogy ezt behoztad, mert igen, hányan jó, akkor a pszichológia szar, mert a izé Excelben mi más lehetséges, de valakinek, tehát szerintem mind a kettő működik. Hogy tavaly én is elmentem, te kísértél el, én hajlandó voltam hosszú idő után elmenni a Tündérhegyre, hogy na jó, hát én befekszek, mert én nem vagyok lelkileg jól, és a mi más lehetséges nem volt elég. Nyilván nem úgy használtam, nem abból az energiából, meg stb. Csak kimondtam, mint egy kérdést, de valójában nem éltem meg kérdésnek, de hogy én arra is hajlandó voltam, hogy akkor befeküdjek oda. És hogy hajlandónak kell lenned nem csak a kérdések, hogy mi ez, mit akart teremteni ez, hogy kiütéses vagyok, hanem hajlandónak kell elmenni az orvoshoz is, igen. De hogy így, mert ezek együtt is működnek, meg valamikor ez az erősebb, valamikor az, de nem szabad hülyének lenni, igen. És a saját magunk fölötti ítéletek, azokat, mit kerülünk el azzal, hogy ítélkezünk magunk felett állandóan, ja. És mit védelmezünk, Jézusom, fú. Hát ezt nem tudnánk abbahagyni szerintem. Nem, de kell, mert van dolog. Mert mindjárt találkozunk, és mindjárt kezdődik a csere. Igen. Mire ezt megnézitek addigra? Hát lehet, hogy még odaértek, mert délután 4-ig ott leszünk a Pannonia utcában egy pénzes cserére, amit érdemes kihasználni, mert Dia aztán felül 2-3 nap múlva egy repülőre, és elmegy Norvégiába. Úristen! Holnap lesz tanfolyama, és most még menjetek el, ugye jól mondom, még menjetek el Bárszra, mert tegnap jött a hír, hogy megemelkedik amúgy az ára, és végre Magyarország jól teljesít, és a 65%-ra 80%-os országba lép be, ami így azt jelenti, hogy az ár, 100%-os árnak a 80%-et kell kifizetni, úgyhogy még el tudtok menni tanfira, gyorsba. És mert ez is milyen érdekes, úristen, és ez is olyan jó, hogy most így mondtad, tehát, hogy egyből mi van, amikor azt látod, hogy áremelkedés. Úristen, mi történik, mind meghalunk, mert nem 70 ezer lesz a bázs, hanem 86, és az alapozó nem 330, hanem 400. De igazából mi van akkor, hogyha ezzel sem azt igazoljuk, hogy na, szegény, mi még az ág is húz minket, hanem egyszerűen hello. Lehet, hogy bele tudsz állni valami másba, és mit nyit ki, hogyha hajlandó vagy még ennél is többet magadba fektetni, magadra fordítani. Igen. Szóval... és én ezzel tényleg így voltam, amikor megemelkedtek a gázárak, minden, szerintem ezt el sem mertem mondani senkinek, hogy én így néztem, hogy baszki, mi milyen mázlisták vagyunk itt Magyarországon, hogy megemelkedik minden, ami azt jelenti, hogy ha jól tudom, mindenki meg tudja teremteni, így is. Pont, lehet, hogy pont annyi, de megteremtődik az. Tehát akkor, hogyha még tovább emelkedne, annyit is meg tudnál teremteni. Szóval, hogy igen, itt
két felé fog húzni szerintem ez. Az egyik, aki tud magának önigazolást szerezni, hogy miért vagyok nyomi és áldozat, és miért nem megyek a tanfolyamra. A másik az, hogy anyátok, akkor is megcsinálom, és akkor is megteremtem, és még mit teremthetek. Jó. Hadd adjak még hozzá valamit, mert megint egy olyan szót mondasz, ami szerintem nagyon sok mindenkinél veri ki a biztosítékot. Teremtünk. Az nem azt jelenti, hogy varázsolunk, és a boszorkányűsbe beledobálunk dolgokat, meg vudúzunk, meg stb. Az, hogy pénzt teremtek, az lehet, hogy annyit jelent, hogy egy órával többet dolgozom, vagy váltok egy munkahelyet, vagy csinálok egy újabb programot, vagy csinálok valamit. Tehát, hogy itt megint... Vagy valamit a főnököthöz, és megmondod, hogy figyelj, barátom, fizetésemelést kérek. És ezzel is beleálltál az erődbe, úgymond, mert bevállaltad, hogy hát figyelj már. Dolog van. Ó, figyelj, csináljunk már egyszer majd egy részt arról, hogy fordítsuk már le a excess szavakat. Excess szavakat magyarra. Igen, ez a hozzájárulás vagyok, meg ilyenek. Nagyon jó, és akik excesseznek értik, de aki mondjuk ide kattin, egy teljesen tőzsgyökeres, a földhöz ragadt állapotból, amivel semmi baj nincs, de így azt fogja nézni, hogy ezek itt mit varázsolgatnak, csiribiriznek. Teremtenek pénzt. Miket beszélnek ezek itt össze-vissza, a két nő. Úgyhogy igen. Most már hozzárakom akkor is, hogy azt is nézzétek meg, ez a részemre megpróbálom a zárszónak, hogy hol rejtegetitek azt, és tudom, ez biztosíték kivágós lesz, hogy egoisták, vagy egoista picsák vagytok, vagy cinikus faszok. Mert sokszor rejtegetjük, és védelmezzük, és kint eljátszuk, a nyomi lény eljátsz, hogy jaj, köszi, hogy megdicsértél. Ugye, vagy én ezt már rég tudom. Tehát, hogy igen, ezt erre is nézzetek rá azért. Hát ez megint bakker, nem tudjuk abba hagyni. Nem, viszont muszáj vagyunk bejelenteni azért azt, és elkezdtem ezt a norvégiás történetet, hogy ugye Dia elutazik, és én alig várom egyébként már, hogy ott az éledő természetről számoljál be, hallgass már meg, hogy mit mondok. Én azonban várom, hogy elmenj. Igen, ezek itt csúsznak félre. Na mindegy, szóval abban maradtunk itt hosszas kilódások és félreértések után, hogy a következő 6 hétben, amíg Dia tényleg az almafákkal lesz elfoglalva, és kapcsolódik majd a természettel, azért ezt egy kicsit irigylem, bevallom őszintén, hogy viszonylag kihívásosnak látjuk most azt, hogy hogyan fésüljük össze a napi rendeket. Mert mire ő hazaér, addigra én már gyerekezek, vagy programok vannak, vagy stb. Napközben ő nyilván az almaföldről nem fog tudni kívülni egy órára, egy tönk szélére, de ki tudja. Úgyhogy a következő 6 hétben a fix hétfőket elengedjük. Diának lesznek tudatosságpercek Norvégia exkluzív, valamilyen címen, valahogyan, hogy az almás perceid jönnek-e vissza, majd látod, ami működik. Én is majd megyek azzal, ami engem hív, szerintem én visszahozom majd azokat a beszélgetéseket, amik velem, ki tudja, lehet, hogy végre megmerek egyedül szólalni, majd meglátjuk. Mit kerülök el és védelmezek azzal, hogy nem csinálok egyéni videókat? Ez is egy jó kérdés, úgyhogy türelmet és rugalmasságot kérünk tőletek, akik így minket, kettőnket szerettek nézni, és most van itt a perc, amikor így keresztbe iratkozzatok fel a másikunk csatornájára, mert hogy a tartalom az jönni fog, csak máshogy, meg másként, meg külön, meg együtt, meg akárhogy. Hogyha össze tudjuk hozni, akkor együtt is. Abszolút, csak hogy most necces egy kicsit az, hogy mire ő hazaér, addigra én is, és szóval, hogy így pont így, ugye én 8 órában leszek, mint egy alkalmazott kb. Úgyhogy, de utána folytatjuk meg, még készülünk nektek más dolgokkal is, úgyhogy ez nem végleges, de amúgy is azt beszéltük, hogy annyi minden belefér a miénkbe, hogy meg is hívjunk embert, hogy külön is legyenek ilyen kis külön exkluzív részek, meg hogy együtt is, de hogy ez együtt a fő csapásvonal, abszolút, úgyhogy még lehet, hogy együttes részeket is fogtok kapni, majd meglátjuk, hogy tudjuk pont összehozni. Ja. Tűnünk el, igen. Úgyhogy ne parázzatok, nincs vég. Nem szabadultok ilyen könnyen tőlünk. Jó van, viszont fussunk, mert dolgunk van, és oda kell érnünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Csodás napot, csodás hetet, és találkozunk. Így van.
Sziasztok! Sziasztok!